Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Sok az ittas vezető. Több balesetet is okoztak részeg sofőrök Tolna megyében. A napozásnak is vannak szabályai. Bőrrákot kockáztat, aki nem keni be magát naptejjel. Duna átúszás Paksnál. 2 héttel korábban tartották meg a versenyt. Újabb Tolna megyei sportsiker. Világ és Európa bajnok is a paksi kajakos. A Tolnatej Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Ittas vezetés miatt történt több baleset is az elmúlt időszakban Tolna megye útjain. Szekszárdon egy munkaterületen kiásott gödörbe hajtott bele egy sofőr. Ezt követően még el is menekült a helyszínről. Udvar és Gyön között pedig fának csapódott egy utasokkal teli autó. Már betemették a gödröt, amiben néhány napja hajtott bele egy autósofőrje. A rendőrségi helyszínelés nyomai viszont még most is jól láthatóak a betonon. Így nézett ki az autó a mély lyukba borulva. Látszik, hogy teljesen betörött a szélvédője, és az eleje is összetörött. Az utat egy föld alatti vízvezeték javítása miatt bontották meg a szakemberek. A férfi miután belehajtott a hasadékba, megijedt. Az autó rendszámát gyorsan leszerelt, és elrohant a helyszínről. A kollégáim azonban rövid időn belül azonosították és előállították a jármű vezetőjét, akiről megállapítást nyert, hogy azon felül, hogy a jármű rendszámát leszerelte, ittas is volt a baleset bekövetkezésekor, valamint vezetői engedéllyel sem rendelkezett. Ezeket a fotókat is rendőrök készítették. A képen látható autó Gyönk és Udvari között csapódott egy fának. A benne ülők közül többen a sofőr is ittas volt. Egy buliból tartottak hazafelé, amikor az autó megcsúszott az úton. A járműben 5-en utaztak, akik közül egyik sem használta a biztonsági övet. 2 ki is repültek a gépkocsiból. Egyikük súlyos sérüléseket, másikuk pedig súlyos egészségromlást szenvedett. A rendőrség azt kéri az utakat használóktól, hogyha alkoholt fogyasztottak, ne üljenek volán mögé, mert amellett, hogy ez alapesetben is szabálysértésnek számít, akár tragédiaként is végződhet a vezetés. Több mint 680 jogsértést állapítottak meg a rendőrök a buszok és teherautók egy héten át tartó ellenőrzésén. Július 22-e és 28-a között 2916 nehéz tehergépkocsit és 584 autóbuszt ellenőriztek a rendőrök a Tispol Truck & Bus elnevezésű európai szintű ellenőrzés keretében. Tolna megyében 35 nehéz tehergépkocsit és 14 autóbuszt ellenőriztek. Összesen 3 alkalommal állapítottak meg jogsértést, vezetési és pihenőidővel kapcsolatos szabályszegések miatt és okmányokkal kapcsolatos jogsértések miatt kellett intézkedniük az egyenruhásoknak. A megyében az autóbuszok ellenőrzése során nem tártak fel jogsértést. Újabb motoros baleset történt Tolna megyében kedden délelőtt. Ezúttal Szekszárd külterületén az 56-os úton csúszott egy tehergépkocsi alá egy motoros. Az érintett útszakaszon a műszaki mentés és a helyszínelés idejében félpályán haladt csak a forgalom. A rendőrség tájékoztatása szerint a motoros súlyosan megsérült a balesetben. Megszaporodtak azok az adathalász kísérletek, amikkel az ügyfelek bankkártya adatait próbálják megszerezni, figyelmeztet az egyik internetszolgáltató. Az ügyfelek internetes bönkészőiben megjelenő félrevezető weboldalak segítségével csalók élnek vissza a szolgáltatók nevével, arculatával és az ügyfelek jóhiszeműségével, írják. Előfordul, hogy fiktív nyereményjáték során a csalók értékes mobilkészülékeket ígérnek az internetszolgáltató nevében, és a részvételért cserébe az ügyfelek bankkártya adatait kérik. A szolgáltató figyelmeztet, nyereményjáték céljából soha semmilyen online felületen nem kér bankkártya adatokat ügyfeleitől. Különös bűncselekmény miatt kell bíróság elé állnia egy 64 éves paksi férfinak, egy helyi áruházból lopott több alkalommal is édességeket. Utoljára viszont lebukott, ugyanis a csokoládéktól elmozdult a műfogsora. Emiatt megpróbált egy műfogsor rögzítő pasztát is elcsenni, ám az üzlet egyik alkalmazottja ezt észrevette és értesítette a rendőröket. A férfi a kihallgatásakor beismerte, hogy nem ez volt az első olyan próbálkozása, amikor kifejezetten egyféle édességet vitt magával fizetés nélkül. A férfinél elszámoltatása során 8
kókuszcsemegét, valamint valóban egy műfogsor rögzítőt találtak. A férfi gyanúsítottkénti kihallgatása során elmondta, hogy január hónapban még legalább 2 alkalommal jelent meg az üzletben, és különböző kókuszcsemegéket tulajdonított el. A férfit gyanúsítottként hallgatták ki üzletszerűen elkövetett lopásvétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. Tovább drágultak az ingatlanok idén az első negyedévben, az előző negyedévhez képest a használt lakások ára 5%-kal, 2018 első negyedévéhez képest 16%-kal emelkedett. Az új lakások az előző negyedévinél átlagosan 5,1%-kal, az előző év azonos időszakánál pedig 9,6%-kal kerültek többe, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A 2015-höz viszonyított árnövekedés mértéke az összetételhatás figyelembevételével mindkét részpiacon megközelítette a 60%-ot 2019 első negyedévében. A strandszezon beköszöntével sokan töltik az idejüket napozással. A bőrgyógyász azt mondja, több szabályt érdemes betartani annak érdekében, hogy ne legyen végzetes következménye a napfürdőzésnek. Az egyik fő szabály, hogy napozni reggeltől 11-ig és 15 órától napnyugtáig szabad, és fél órával azelőtt kenjék be magukat naptejjel, hogy kimennének a napra. Bár a nap épp nem sütött a strandon, mégis sokan pihentek a víz mellett, sokan maguk mellé készítették a megfelelő faktorszámú naptejet is. Szakemberek szerint ez ilyenkor különösen ajánlatos. Találkoztunk előrelátó napozókkal, akik mindig minden körülmények között védekeznek a káros napsugarak ellen. Hát bekenjük magunkat naptejjel, általában magasabb faktorú naptejjel kenjük be magunkat. És még? Hát kalapot veszünk fel, tehát vagy árnyékba húzódunk, ha nagyon meleg van, nem megyünk ki a napra. A bőrgyógyászok azt tanácsolják, hogy ha napozni indulunk, mindig kenjük be magunkat naptejjel, mert egy leégés lehet, hogy elmúlik pár napon belül, a következményei azonban évekkel, akár évtizedekkel később is jelentkezhetnek. A bőr nem csak avval károsodik, hogy megpirosodik és fáj nekünk, hanem avval, hogy késői hatása is van, bőr megjegyzi, összeadja a napozásokat és a nyári időszakokat, és idősebb korra egyrészt ráncosodik, öregedik, sokkal csúnyább lesz a bőrünk, mint aki óvatosan napozott vagy óvta a naptól, és ezen kívül rákkeltő anyajegyeket hoz ki a bőrből. Az egyik fő szabály, hogy napozni reggeltől 11 óráig, és 15 órától napnyugtáig szabad csak. Ligeti Judit ezen kívül azt tanácsolja a napozni vágyóknak, hogy fél órával azelőtt kenjék be magukat naptejjel, hogy kimennének az utcára, vagy elindulnának a strandra. Érdemes 2-3 óránként megismételni ezt a műveletet, még akkor is, ha éppen úton vagyunk, és nem vagyunk közvetlen a napon. Így lehet a legjobban védekezni a káros napsugarakkal szemben. 166-an úszták át idén a Dunát Paksnál. Az eredetileg augusztus 13-ára hirdetett csobbanást 2 héttel előre hozták a szervezők a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt. Az úszók biztonságára a vízirendőrök és kísérőhajói mellett búvárok, önkéntesek és orvosok vigyáztak. A több évtizedes hagyománnyal bíró Duna átúszást tavaly 5 év szünet után bonyolították le ismét, hiszen előzőekben hol a Duna magas vízállása, hol az időjárás miatt nem lehetett úszni. Ezúttal minden ideális volt a július 13-áról elhalasztott napon. Ez a mai alkalom, ez gyakorlatilag a Szent István napi programok kiegészítő programja volt hosszú évekig, évtizedekig, és a Dunapartért közalapítvány Kiszli Károly nevéhez fűződött. Tavaly volt az első olyan alkalom, hogy augusztus helyett júliusban került megszervezésre ez a program. Haz András szinte minden alkalommal csobbant az elmúlt évtizedekben. Most 10 perces limit időt adott magának az idei teljesítésre. Amikor gyerekek voltunk, akkor volt az első alkalom, hogy a tilosban átúsztuk. Aztán utána megpróbáltuk mindig az augusztus 20-ai rendezvényeken hivatalossá tenni a dolgot. Soha nem jelentett problémát a Duna átúszása. A 21 fokos Dunába Géderlaknál merültek az úszók, akik érkeztek az ország minden szegletéből. Egy megtermett 18 éves vízilabdás legény Százhalombattáról jött, mint kiderült, 4 éve egyszer már kipróbálta magát. Édesanyámnak van egy nagyon régi osztálytársa, által kerültünk ide, ők paksiak,
Ők hívtak meg évről évre, hogy jöjjünk ússzuk át a Dunát, majd 14 évesen ez meg is történt, átúsztam először. Az utána lévő években is nagyon szerettem volna, de ugye utána 3 éven keresztül elmaradt, majd tavaly nem tudtunk eljönni sajnos módon, így hát idén újra kerül rá a lehetőség, hogy ezt megpróbáljam. Taps fogadta a túlpartról érkezőket. Elsőként Bihácsi Bence ért partot a Hírt közbe, ahol Szabó Péter polgármester és a szurkolók várták. Emléklapot és pólót kaptak a résztvevők. A gyümölcsös kertek tulajdonosainak egyre nagyobb fejtörést okoz a csapadékos nyár. A május-június óta tartó sok eső miatt az idén sokkal több a gombás betegséggel érintett gyümölcs, mint tavaly. A gazdálkodók nem igazán tudnak védekezni ellenük, tapasztalja a Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács. Mindez pedig jelentősen rontja a termés minőségét. Az alma esetében a gyümölcs úgynevezett varrasodása miatt már csak léjalmának lehet eladni a terményt. Minden bizonnyal a szezon közepén a dinnyések sem örültek a viharos időjárásnak. Az ország egyik legnagyobb dinnye termelő vidékén, Békés megyében is előfordult kisebb jégkár. Ezzel szemben a zöldségültetvényeken örülnek a gazdák a sok esőnek, sok helyen ugyanis nem kellett beindítani az öntöző berendezéseket. Csupán a szabadföldi paprika termesztésével foglalkozók jelezték ennek ellenkezőjét, főként azért, mert a sok eső miatt baktériumfertőzés támadta meg a növényeket. E fiúból még akadályfutó is lehet előbb vagy utóbb, mondogatták edzői berkekben a középtávfutónak készülő Szemerei Leventéről, látva nyúlánkságát, stílusos mozgását. A prognózis igazolódni látszik, a Németh Gyula által felfedezett és több éve már Szőke Gergő edző által felkészített 18 éves szekszárdi atléta már nem csak Magyarország legjobbja, hanem a junior korosztályban a szűkebb európai elitbe tartozik, miután Svédországban az Európa-bajnokságon a negyedik helyen ért célba 3000 méter akadályfutásban. Annyira nem vagyok elégedett, mint mondjuk lettem volna egy éremmel, mert nagyon közel volt, 1,2 másodpercnyire volt a harmadik helyezett, de több kisebb cél tűztünk ki, első cél volt a döntő, és utána meg minél jobb helyezés. Új kajak királynő a láthatáron a női kajak kenu maratoni szakágában. A paksi Kiszl Vanda a tavalyi világbajnokság után az Európa-bajnokságot is megnyerte a közeli napokban, és minden esélye megvan arra az ASE versenyzőjének, hogy hosszabb távon is ott maradjon azon a trónon, amit a még mindig versenyző sportági legenda Csaj Renáta birtokolt több mint 2 évtizeden keresztül 16-szoros világbajnokként. Kiszl Vandát jól megérdemelt pihenések közben értük utol Budapesten, ahol a hétköznapokon készül a világversenyekre. Amíg csak a 20-as éveivel járó paksi maratoni kajakos Kiszl Vanda egyesben, párosban mindent már megnyert, EB-t, VB-t, ám mint kiderült, újabb hasonló sikerek elérése motiválja. Ezért vállalja továbbra is a kemény hétközi edzésmunkát, amit a maratoni szakág bizony megkövetel. Úgy vagyok vele, hogy amíg szeretem csinálni, és eredményes is tudok benne lenni, addig mindenképpen szeretném csinálni, és tényleg az motivál, hogy eredményes legyek abban, amit csinálok. És nyilván minél több címet is szerezni, úgyhogy jól érzem magam benne, és tényleg az motivál, hogy szeretem a munkámat, szeretem ezt csinálni. Hazai és nemzetközi trónkövetelőkben, kihívókban továbbra sincs hiány. Már abszolút a magyar mezőny is erősnek mondható, szóval egy válogató versenyt se lehet fél lábról venni, illetve nemzetköziben természetesen mindenhol, ahol itt jönnek spanyolok, portugálok, dél-afrikaiak, van ír, lány, Szerbiából is van, angolok, szóval így igazából a világ minden tájáról jönnek. Párosban is szeretne világbajnok lenni, társával, Mihalik Sárával már Európa-bajnoki címet is nyert. De most a párostárs betegsége miatt Franciaországban az EB-n nem indultak. Megeshet, elválnak útjaik, mert Mihalik rövid távokon is komoly versenyzést tervez. Van rá esély, hogy az év főversenyén, az őszi kínai világbajnokságon, persze ha kiharcolják a jogot, még együtt szerepelnek. Szeretnék egyesbe és párosba is kijutni természetesen a világbajnokságra. A páromat még nem tudom megnevezni egyelőre. Szóba jött az is, hogy Sárával megint összeülünk, de lehet, hogy mással is ki fogom próbálni. Szóval az, hogy kivel, az még kérdéses.
de nyilván ennek hamarosan ki kell derülnie, hiszen szeptember elején lesz a válogatónk, alig egy hónapunk van, és készülnünk kell gőzerővel. Regionális híreink következnek. Megemlékezés és búcsú Kiskassán. Anna napi programok a német önkormányzat szervezésében. Kaszával és Sarlóval aradtak. A régi hagyományokat elevenítették fel Somodorban. Falunap közösségi összetartással. Vargán ünnepeltek, báloztak a hétvégén. Anna napi búcsút tartott a Kiskassai Német Önkormányzat a hétvégén. A kulturális programok mellett megemlékezéseket is tartottak. Egyrészt az első és második világháborús emlékműveknél, majd azokra emlékeztek, akiket a megtorlás jegyében hurcoltak el Kiskassáról. A településre várták a szomszéd falvak, községek, német nemzetiségi együtteseit is, akik fellépési lehetőséget kaptak a vasárnapi német napon. Lovas felvonulással indult a vasárnapi program a Kiskassai Német Napon. A település kultúrház előtt haladt el a menet, ahol körhintával, játékokkal várták a családokat. Bent a belső udvaron kialakított előadótérben zenés táncos műsorral szórakoztatták a vendégeket. Minden évben Anna napján szervezzük az Anna napi búcsút, mert a falu védőszentje Szent Anna volt. Valamikor az itt lakó németségnek, ugye ez egy nagyon fontos ünnepnapja volt, vallási ünnep is, de az már egy családi ünnep is volt, és mi úgy gondoltuk, magyarországi németként, hogy ugye illene az őseink szokásait visszahozni. És ezért most már 23. éve szervezzük itt Kiskassán a búcsút. A környék településeiről is ide várták a német nemzetiségű tánccsoportokat, zenészeket. Ők fellépési lehetőséget kaptak az ünnepen. Előtte azonban a vasárnap a megemlékezésről szólt Kiskassán. A mai nap az mindig a misével indul, délelőtt 10 órakor, majd koszorúzással az első és a második világháborús emlékműnél, illetve ebből a faluból is nagyon sok asszonyt vittek Málenki robotra a szovjet fogságba, és mindig megkoszorúzzuk az ő emléktáblájukat is. A gyermekeknek kézműves foglalkozásokat szerveztek ezen az Anna napi búcsún. Valamint a német önkormányzat képviselői, a szomszédos települések szintén német képviselőivel megbeszélést tartottak. Kaszával, Sarlóval takarították be a búzát Somodorban. Immár 6. alkalommal elevenítették fel a régmúlt hagyományait. A megmérettetésre 12 csapat nevezett, sokuk még élénken emlékszik a kézi aratásra, de fiatalok is csatlakoztak a programhoz. Énekelve érkeztek a földekre az aratók Somodorban. Az utolsó élezés a kaszán, és már kezdődhetett is a munka. Ha gabona dőlt, akkor oda kell figyelni, hogy hol állunk bele. Már nem mindegy, ugye a kaszára dől rá, ugye a marokszedőnek nehéz feladata van, meg hát a kaszásnak is már ugye rá dől. Ez aránylag elég jó egyenes. Az aratás nagy ünnep volt régen, ilyenkor az egész család reggeltől estig dolgozott a búza betakarításán. Ugye a vízhordás, meg hogy ne ássen názira a gyereknek, továbbá legyen kedve is, mert hát nyilván a nyári szünetekben nekünk ez kötelező volt, hogy úgymond, ugye maszek gazdaságok voltak otthon, faluhelyen, és hát hogy ne szegjék kedvünket, ezzel kezdtük, utána aztán a kötélcsinálás, majd aztán mikor agyan az ember cseperedett, mindig ugye kicsit nehéz a fázisba. Nem csak idősek, hanem a fiatalok is részt vettek a kézi aratáson. A legfiatalabb segítő mindössze 8 éves volt. Apa ráteszi a madzagra búzát, és anya meg utána összeköti. A szakmai zsűri több szempont alapján értékelte az aratókat. Amikor meghagyja, hogy akkor az lehetőleg ne cakkos legyen, hanem egy egyenes vonal, ami maradjon utána, ez vagy sikerül, vagy sem. Továbbá nézték a felszerelést és a ruházatot is, hogy mennyire idézi a régmúltat. A Somodori Aratófesztivált 6. alkalommal rendezték meg. És az aratás az annak idején is arról szólt, hogy akkor összefogott a falu apraja nagyja, aki gyerek volt, az kötelettereketett, az idősebb az mást segített, az otthon az állatokkal foglalkozott, fiatalok meg az asszonyok markot szedtek, a férfiak kaszáltak, tehát volt egy közös munka. Nem csak arató, hanem szántóversenyt is hirdettek. A 10 fiatal versenyzőnek a földeken modern traktorjaikkal kellett bizonyítaniuk.
akik pedig a kanállal bántak jól, főzőversenyen mutathatták be tudásukat. Falunapot tartottak a Baranyai Vargán szombaton. A kistelepülés lakói közösségi, illetve szórakoztató programokon vettek részt. Anna napjához kötik a falunapi rendezvénysorozatot már évek óta. Táncosok a rendezvény sátor színpadán Varga községben. Falunapot tartottak itt a hétvégén. Hát erre a falunapnak az, hogy a búcsúhoz van kötve, ugye az Anna napi ugye, búcsú, amit szokás, hogy mindig akkor van búcsú, amikor ugye az Anna névnap van, mert van egy Anna nevezetű kápolnánk, Anna kápolna. Mi most ezelőtt héten megtartottuk ugye az elszármazottak napját, ahol a búcsúi szentmisét is megtartottuk, és ehhez van kötve igazából a falunap. 2015 óta rendezik így, nagyobb ünnephez kötve a falunapot. A település lakói közös ebéddel kezdenek, majd jöhetnek a programok a rendezvénysátorban. 84 fős településről beszélünk, nem olyan sok ugye lakossal, nem előregedő település vagyunk azért, mert nem olyan sok idős van, inkább az aktív korú középkorosztálya, ki többnyire van, és dolgozni viszont itt a helyi cégeknél, Sásd, meg a környező falvaknál, amik vannak cégek, ott dolgoznak. Van olyan munkahely, ahova külön busszal szállítják a vargai dolgozókat. A falunap egyébként útszabállal, tűzijátékkal ért véget vasárnap hajnalban. Folyamatosan megújulnak Pécs játszóterei. A Mosolymanó Egyesület kezdeményezésére már több mint 50 park szépült meg, mint egy 8 év alatt. Most a kertvárosi Fazekas Mihály utcában kezdik meg a munkálatokat. Ez a játszótér a pécsi Fazekas Mihály utcában működik. A lakosság kérésére a terület hamarosan megújul. A munkálatokat a Biokon fogja elvégezni, várhatóan 2 héten belül. A szülők egyik legnagyobb problémája a kerítés hiánya, így azt pótolják a szakemberek. Erre több okból is szükség van. Sajnos nagyon sokszor előfordul, hogy hát valamilyen jellegű hülék, most ezt nem tudjuk, hogy milyen, de ott a homokozóban rendszeresen találkoznak vele sajnos a gyerekek, és azért ez higiéniai és egészségügyi szempontból nem túl szerencsés, úgyhogy a szülők ezt szerették volna, hogy be legyen kerítve. Így a kisgyerekek, kisebb gyerekek is jobban el fognak tudni játszani, nekik azért kellenek még a korlátok ilyen szempontból. A Mosolymanó Egyesület rendszeresen tart a lakossági fórumot. Ezeken a találkozókon mondhatják el kéréseiket, észrevételeiket a lakók. A szervezet egyfajta közvetítő szerepet játszik, munkatársaik terjesztik fel a problémákat a város vezetése felé, és kezdeményeznek tárgyalásokat akár vállalkozásokkal is. Az elmúlt mintegy 8 év alatt így több mint 50 játszótér fejlesztését oldották meg. Mindig az a cél, hogy a helyiek is részt vegyenek ezekben a játszótér fejlesztésekben, hiszen akkor fogják saját magukénak érezni. Úgyhogy egy-egy homokcserénél, hogyha van rá lehetőség, akkor a szülők, gyerekek is beállnak, van, amikor a kis homokozóvödrükkel jönnek, és azzal segítenek lapátolni, és éhezhetően utána sokkal jobban odafigyelnek rá. Legtöbbször ugyanis önkéntes alapon érkeznek a kisebb munkálatok elvégzésére a lakók, vagy a felkért cégek munkatársai. A Fazekas Mihály utcai játszótér mellett egyébként további parkok újulnak meg a közeljövőben, nem csak Kertvárosban, hanem Pécs más város részeiben is. És végül nézzük, miről szólt ma a híradó. Sok az ittas vezető, több balesetet is okoztak részeg sofőrök Tolna megyében. A napozásnak is vannak szabályai, bőrrákot kockáztat, aki nem keni be magát naptejjel. Duna átúszás Paksnál, 2 héttel korábban tartották meg a versenyt. Újabb Tolna megyei sportsiker, világ és Európa bajnok is a paksi kajakos. Szerdán egy mérsékelt vastagságú felhősáv vonul át nyugatról kelet felé, emiatt nem lesz egész nap napsütés, viszont a napos időszakban 30 fok köré, illetve fölé emelkedik a hőmérséklet. Említést érdemlő csapadék nem valószínű. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Viszontlátásra!